nevében tisztelettel köszöntöm mindannyiukat. Felkérem Sutyinszky Zoltán igazgató urat, hogy mondja el ünnepi gondolatait, de előtte legyen szíves és gyújtsa meg a harmadik gyertyát. Mindenütt karácsonyban, békesség a földön. Karácsonyban csendes az éj. Ünneplődtet még a föld is, ruhája hófehér. Hallgasd, angyalkórus zeng az éjen át. Ámulva esik mindenütt a karácsony, a csodát. Steven mindenütt karácsony című költeményével a Csapacsiri Tefolt Ágoson általános iskola minden dolgozója és diákja nevében tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit kedves megjelentett harmadik adventi gyertyagyújtásunkban. A mai napon diákjaink adják az ünnepi műsort. Őket Fábián Judit tanítónéni készítette fel, melyet ezúton is köszönök. Mielőtt megkezdődne az előadás, engedjék meg, hogy néhány ünnepi gondolattal köszöntsem Önöket. Így év vége fele közeledtével az ember a magánéletében és a munkája során is gondolatban meghúz egy vonalat. Meghúz egy vonalat és értékeli az addig történteket, mi minden történt az elmúlt évben. Nyilvánvaló, hogy a sok-sok pozitív élmény mellett olykor mélypontokat is megélünk, és azok megéléséhez, és az azokból való felegyenesedéshez bizony szükség van embertársainkra. Családra, kollégákra, diákokra egyaránt. Nélkülük nehezen boldogul az ember, talán nem is tud. És bizony karácsonyra készülődve elérkezik a köszönet nyilvánítás ideje is. Rájön az ember, hogy milyen nagy kiváltság inspiráló és érdekes munkát végezni. Mekkora öröm kedves és tehetséges emberekkel együtt dolgozni. Milyen nagy megtiszteltetés olyan dolgot véghez vinni, ami oly sokak életében hoz vigaszt és örömet. Mindezekért az áldásokért mondom most köszönetet mindenkinek, akik a 2018-as évben részesei voltak az életemnek, az iskola életének. Ilyenkor advent és karácsony idején a készülődéssel is el vagyunk foglalva, igyekszünk az ünnepek előtti hetekben sok-sok dolgot elintézni, mert aztán lelassul a világ körülöttünk. Én kérem mindenkitől, akiknek oly sok dolga van, minden nap álljunk meg egy kicsit. Álljunk meg egy kicsit, hogy csendben és békében meghallgassuk egymást, és élvezzük egymás társaságát is. Karácsonykor minden megtörténhet. Aki hisz Istenben, az a csodákban is. És ezek létét utóbbinak tulajdonítja. Mások különleges eseteket inkább a véletlennek számláját mondják. És hogy ez mennyire igaz, azt a következő kis történet is bizonyíthatja. Amikor a remény a legjobb gyógyszer. Az Amerikai Egyesült Államokban található Wisconsinban élő Mark hosszú évekig dolgozott hivatásos télapóként. A bevásárlóközpontokban gyerekek tudatjai álltak sorba, hogy találkozzanak vele, közöttük egyik évben egy kisfiú, aki egy fényképet szorongatva várta, hogy végre kettesben lehessen a télapóban. Amint beszédbe elegyedtek, a kisfiú szomorúan mesélte, hogy a fényképeken a testvére Szara látható, aki nagyon szeretett volna találkozni a télapóval, csak hogy súlyos beteg, és jelenleg kórházban fekszik, így nem tudta elkísérni őket. A kisfiú a nagymamájával érkezett, akitől már megtudta, Szara súlyos leukémiával szenved, és szinte biztos, hogy már nem az ünnepeket nem éri már meg. Nem kérnek hát mást, csupán annyit, hogy látogassa meg őt a kórházban, hogyha utoljára is Szara legalább egyszer találkozhasson a télapóval. Mark sosem vállalt korábban hasonló feladatot, ezúttal azonban látva a nagymama szemében a könnyeket és a kisfiú szomorú arcocskáját, valamint kezében a kis fényképet kivételt tett. Még aznap délután felkereste a kórházat, ahol Szara feküdt. A kislányt az ágyában találta, sápadtan és legyengülve. Szara észesen vette Markot, csak akkor figyelt fel rá, amikor Mark könnyekkel a szemében vidám arc kifejezést erőltetve köszöntötte a télapó jól megszokott köszönésével. A télapó és Szara órákig beszélgettek kettesben a szobában, kéz a kézben,
majd mielőtt már távozott volna, megígérte Savának, megkéri az angyalokat, hogy vigyázzanak rá. Miután már távozott a kórházból, nem hallott többet a kislányról, egészen a következő év karácsonyáig, amikor is a bevásárlóközpontban a gyerekek között egyszer csak feltűnt egy szőke, erős, vidám kislány, hatalmas mosolyjal az arcán. Sara volt az. Mag egészségesen, aki nyoma sem volt annak, hogy valaha a halállal kellett küzdenie. Karácsonykor tényleg minden megtörténhet. Az ünnepek elmúlása után lassan ráhangolódunk a következő év kezdetére. Az élet halad egyik pillanatról a másikig. Az egyik percnek el kell múlnia, hogy a másik paradéktalanul kibontakozhassék. Az élet sohasem mozdulatlanság, nem feltartóztatható és konzerválható. Az élet szépsége, boldogsága és értelme a változás. Az életben egy dolog az állandó, az pedig nem más, mint a változás. És bizony ebben a változó világban meg kell találnunk számításunkat. Mindezek mentén az elkövetkezendő időszakban mindenkinek, Nagy László, adjon az Isten költeményének megfogalmazottakat kívánom. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámban gabonát, állva kezembe parolát, lámpámban lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem. Kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széllyel ne dűljön, adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Végezetül Kevin Kalics idézette az áram gondolataimat. A karácsony valódi szelleme. Nem időpont vagy időszak a karácsony, hanem lelki állapot. Békességben, jó akaratúan és könyörületesen élni. Ez a karácsony igazi szelleme. Fogadják sok szeretettel tanulóink adventi műsorát. Van egy csoda, a karácsony csodája, amire várunk, és ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik, nem a feldíszített zöld fenyő alatt találjuk. Ezt a csodát máshogy kell keresni, máshogy lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kívánságokban, szeretőérzésben érkezik. És kell lennie a nagyobb ajándék. A következő 365 napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagban lapuló tárgyak, hanem csak is ezek. A karácsony nem elérkezik, hanem mi magunk hozzuk létre a varást. Ez a karácsony csoda. Eva Bartosová, Vianoce. Aj hudobný ma bohatým, sa ja štiedro odplatím. Prinesiem im čevičky zo života devičky. Devičky tu veľmi zlatej, s pánom stále prihodiatej. Vozím doma krásne veci, na štiedrý večer pomôžme si. Spí Ježiško v Betleme, spí Maria nech na teba zri, Jozef je tam s pastiermi, anjeli svetlo tiež priniesli. Sláva na výsostia Bohu, pozrite sa na oblohu. Jezda jasna letí pánova, pastierom, čo ho nájsť pomáha. Ty si Ježiš naše svetlo, čo dotmy si priniesol, rozvoniava všetko v dome, Vianoce ti oslávime. Thank you.
közelében, az ünnepi evét közben, a beszélgetésben és nevetésben, minden képes napban, amit egy barát vagy a család küldött, minden, amit ebből meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket, az a szeretet. Adi Endre, karácsonyi reggel. Haramcsendő, énekzendő, messze zsong a hálaének, az én kedves kis falunkban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kis falunkban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomban hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság Istenének, mintha itt lenn a Nagyisten szent kegyelmes úrnak, szállna. Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Angyalok hirdetik, Messiás születik. Itt van jelen fényének, helyen születésének. Pólyába, pajtába, be vagyon takarva posztócskájába. Áldott gyermek, szenved már kiskorába. Jézus a szent kisded, mi szükséged szenved? Nincsen meleg szobája, sem ékes palotája. Szükségben, hidegben melengeti őt a barmok párája, ó isteni szeretet nagy csodája. Thank you.
gyertyagyújtás után Bekárné bakúja Tünde mond el egy történetet. Kedves ünneplők! Amikor megkértek, hogy ez alkalommal néhány gondolatot osszak meg önökkel, kicsit megijedtem, vajon mit is mondhatnék majd. Először nemet mondtam. Miért? Mert nem akartam sablonos lenni, nem akartam százszor elhangzott dolgokat ismételni. De a szervező kolléganő elmondta, hogy egy érdekes írásra akadt az interneten. Elolvastam a Tisócki Flórától származó gondolatokat, amiket nagyon igaznak találtam, és egyetértek velük. Kérem, hallgassanak meg néhány részletet belőle, és döntsenek saját érzéseik szerint. Az adventi időszakról sokaknak először a karácsonyi vásárok forgataga, a finom, illatos kürtős kalács, mézes kalács, és a gőzölgő forradboros kultok végeláthatatlan sorai, a fenyőfa illata és a lakás ünnepi díszre öltöztetése jut az eszébe. A valódi dolgok azonban csendben születnek meg. De mi elfelejtjük, milyen is csendben lenni. Csendben lenni lelki és intellektuális értelemben. A sok szép, csillogó fény és az adventi hangulat közepette, úgy, mint ahogyan egész évben a mindennapok során elcsendesedni az egyik legnehezebb dolog. Ma már nehéz várni is. Türelmetlen és rohanó a világ. Nehéz egymásra figyelni, nehéz a szeretteinkre és egymásra minőségi időt szánni. Nagy a nyomás, és sok az elvárás. Ezeket a mondatokat sokszor halljuk, mégsem értjük meg a valódi üzenetét. Egyensúlyt kell találni. Bármennyit is beszélünk róla, és bármennyire is várjuk, valójában csak a lélekben születhet meg az a csoda, ami a meghitt, szeretetteljes ünnep ajándéka. Az advent valójában a várakozásról szól, és arról, hogy elcsendesedik a világ, és elcsendesedik a lelkünk is. Megállunk egy picit. A számvetésnek, a lelki egyensúly megtalálásának, és a belső kérdések valódi megválaszolásának időszaka az advent. Egy kedves barátom azt mondta nekem a napokban, hogy ő nem várja a karácsonyt. Megdöbbentem, kérdeztem vissza, de hát miért nem? A válaszában minden benne volt, mert nem értem, hogy miért nem lehet egész évben szeretni egymást. Miért nem lehet segíteni és odafigyelni egymásra egész évben. Miért csak ilyenkor jut ez az emberek eszébe? Az adventi koszorú négy gyertyája a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt szimbolizálja. A kisgyermekek ösztönösen tudják és megérzik ezt. Gyermekként még megérezzük ezt és várjuk. Felnőttként a várakozás öröméről időnként elfelekezünk. Advent harmadik vasárnapján is jusson eszünkbe, hogy gyermeki egyszerűséggel, kíváncsisággal és elragadtatással várjuk. Szóljon az elcsendesedésről, a családdal töltött időről és a reményteljes várakozásról az adventi időszak. Szóljon arról, hogy meghalljuk legbelül a lelkünkben azt az üzenetet, amelyről valójában szól ez az üzenet.
A meghitt, elgondolkodtató ünnepi gondolatok után kívánok mindannyiuknak a negyedik hétre is békés, nyugodt várakozást. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és jövő vasárnap a negyedik gyertyagyújtás alkalmával találkozunk újra. Addig is viszontlátásra.